Áramnyaras pontyok kerültek a merítőhálókba, hogy megkezdjék útjukat végső élőhelyükre, a Balatonba. A nyári hőség és aszály a haltermeléssel foglalkozó szakembereket is próbára tette. Tavasz jól indult, volt kellő mennyiségű csapadék, a tavakat fel tudtuk tölteni, azonban június végén ez megfordult, és a július-augusztus az nagyon-nagyon aszályos hőhullámokkal erősen szabdalt volt, és nagyon sok víz elpárolgott a halas tavainkból. Nyilván a víz az alapvető termelési közegünk, hogy úgy mondjam, víz nélkül nem tudunk halat termelni. Ez hatással van azért az állomány növekedésre is. Voltak olyan tavaink, amik vízszintje kritikusan lecsökkent, és ezért le kellett halásznunk őket. Abból a halat értékesítettük, vagy áthelyeztük másik tóba, hogy tovább növekedjen, ez a korosztálytól függött. Azt kell mondjam, igazából szerencsénk volt, az elmúlt években jól fölkészültünk erre a szélsőséges időjárásra, nagyon sok levegőt, agregátort vásároltunk, szükség szerint üzemeltettük ezeket a halas tavakon, és hát nagyon odafigyeltünk a vízminőségre, hogy az ne forduljon káros irányba. A szélsőséges időjárás okozta károk megelőzésére a társaságnál az a döntés született, hogy inkább kevesebb halat termelnek ki adott vízterületről, így több hozam lesz a természetes táplálékon. Ezáltal ugyan nem használjuk ki a tavakban rejlő maximális potenciált, egy sokkal visszafogottabb termelést valósítunk meg, de a kisebb darabszám a vizekben azt jelenti, hogy ezekben a kritikus időszakokban, amikor lecsökken a vízszint és kevesebb az oldott oxigén, vagy akár szélsőségesen 30 fok fölötti a vízhőmérséklet, jobban átvészel a tóban levő halállomány. Ez persze nem jelenti azt, hogy a társaság ne tudna eleget tenni mindenkori kötelezettségének, ami az éves haltelepítéseket illeti. A héten megkezdődött és folyamatos az őszi telepítés. Az ősz folyamán a Balaton mindhárom medencéjébe egyenlő arányban igyekszünk pontyot juttatni. Az éves 300 tonnás kötelezettségünknél három felé a három medencébe egyenlően osztjuk szét ezt a halat. Ahogy mondtam, december közepéig zajlanak majd ezek a munkák. A ponty mellett sülőt is telepítünk. Sülőből eddig idén betelepítettünk már 1700 kilót, ebből 6000 kiló az éves kötelezettségünk, de ezt igyekszünk túlhaladni. Tavaly évben például rekordévünk volt sülőtelepítés tekintetében, nekünk is jó termésünk volt, és a piacról is sikerült beszereznünk még sülőt, és több mint 13 tonnát, tehát több mint a dupláját telepítettük a kötelezettségünknek. Idén, ha ennyit nem is, de mindenképpen szeretnénk meghaladni a minimum penzumot. Az éves telepítési kötelezettség nagy hányada most az őszi-téli időszakban kerül be a Balatonba. Ilyenkor a betakarítás, a produktumnak valamikor be kell érnie, és a tenyész időszak ugye az a tavaszi felmelegedésektől mostanáig tart, ilyenkor nő a hal. Persze évközben is vannak ritkító halászatok, tehát idén tavasszal és nyár folyamán is telepítettünk már pontyot, eddig 44 tonnán állunk, de ez is mutatja az arány, hogy a 300-ból még csak 44-et tettünk be, és a felmaradó nagyobb hányad az karácsonyi tartó időszaknak a munkája lesz. A horgászok, mint mindig, most is figyelemmel kísérhetik a telepítéseket. Azt, hogy adott napon hol várhatók ilyen munkálatok, a társaság honlapján is nyomon követhetik.